A gitáros halála. Barta Tamás emlékére. Első rész. Nevét se tudom még, kezét se fogom még, és csak azt tudom, hogy ő még csak most 14. A papa vigyáz rá, a mama vigyáz rá, nem tudja, mi vár, mi vár, mi vár rá. 1974-es disszidálása, majd 1982-es tragikus halála Barta Tamást a legendás rock személyiségek közé emelte. 2008. július 7-én lett volna 60 éves. Én nem is figyelnék, és nem is nevetnék, ó, ha nem tudnám, hogy ő még csak most 14. Nem hisz a mesében, ez van a szemében, nem tudni, mi van, mi van a fejében. Barta nem csak virtuóz gitáros volt, de zeneszerzőnek, énekesnek sem utolsó, mint ahogy ebben a dalban is hallható. Számtalan LGT sláger fűződik a nevéhez, de két részes műsorunkban inkább kevésbé ismert LGT ritkaságokat idézünk föl. Barta Tamás a 60-as évek végén először a Fenyő Miklós-féle Szikonorban, majd a Hungáriában játszik. 1970-ben az ifjúsági magazin szakmai szupergrup szavazásán Bartát választják a legjobb gitárosnak. Így kerül be az alakuló LGT-be, melynek három további győztes a tagja: Presser Gábor, Frendeis Károly és Laux József. Műsorunkban több más pályatársal és baráttal együtt ők is megszólalnak. A Barta hagyatékban hangkazetták is maradtak. A gitáros Amerika életéről hangos leveleket váltott Pesten maradt édesanyjával, ezekből is idézünk. Az első rész a disszidálásig tartó időszakról, a második pedig az amerikai évekről és halálának körülményeiről szól. Hello. Itt Los Angeles jelentkezik. Drága édesanyukám, karácsonyi ajándékokat, mind a 6 csomagot, és csodálatos, csodálatos, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Még a Carol nem látta, hogy csak délután fog hazajönni a melóból, de biztos nagyon fog örülni neki. Köszönöm szépen, és most ezt a kazettát, most a, mint a levélbe írtam, egy kicsit változott a koncepció, mert az egyik barátomnak a szülei fogják majd ezt hazavinni, és remélem örülni fogsz ennek, és amit a levélbe írtam neked, azt a kis kazettás magnót, azt vedd meg, az csak 1500-2000 forint, és tudunk évekig ebben beszélgetni, majdnem olyan, mint a telefonbeszélgetés. Na puszi, ma innen már folytatódik az, amit tegnap vettem föl. Itt anyu beszél Budapesttől. Forró szeretettel üdvözöllek tégedet és a feleségedet, Carolt. Drága fiam, egy kicsit megkésve küldöm ezt a magnószalagot tekintettel azért, mert kazettából pillanatnyilag itt nálunk hiányzik volt, de bent az üzletbe szóltam, hogy szeretnék neked küldeni. Hát rögtön komolyan mondom, Tomi, hogy teljesen hihetetlen volt. Kimondtam, 10-15 perc alatt, fiam, már hárman is hozták a szalagot, hogy tessék, itt van Editke, csak örüljön, csak ne sírjon, azt mondja, itt a szalag.
Akkor képzeld, hogy olyan pehes voltam ebben a magnóval, érted? Hát szóval én nem tudom, de az ő véleményük szerint ezt a magnót az Andis nem ugyanon vehette, hanem egész biztosan ezt a bizományiba vehette, érted? Mert ő erről nekem garancia levelet nem adott, érted? És ennek még nem járhatott le a garanciája se. És hát elvittem, megnézettem, de most már több esetben, úgyhogy most is 300 forintot fizettem érte, mert valami fejet, vagy mit tudom én, mit cseréltek ki rajta a szervizbe. Fenyő Miklós és Barta Tamás, a ma már nem létező nevű Landler Jenő villamosipari technikumba jártak együtt valamikor a 60-as évek elején. És ahogy egymásra találtunk, ez mondjuk az első évnyitótól kezdve így volt. Attól a pillanattól kezdve minket, kettőnket csak a zene érdekelt, úgyhogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy egyrészt nem tanultunk. Nem azért, hogy kirúgjanak, mert végül is ez nem volt cél, de hát olyan nagyon-nagyon nem érdekelt minket, ami ott történik. Ellenben nagyon sokat zenéltünk, illetve hát az elsősorban abból hát, hogy mi zenét hallgattunk közösen. Volt itt egy Maszek lemezes a Rákóczi úton, és annak a híre nagyon gyorsan terjedt a mi korosztályunk körében, és oda nagyon sokan jártak, hát megközt mi is oda bejártunk, és hoztuk el a legfrissebb angol meg amerikai zenéket, és azokat vettük föl magnóra, ez egy ilyen kölcsönző volt, Ceglédi lemez kölcsönző. Hát elkezdtük játszogatni iskola időben, amikor ugye lógtunk a suliból, mert hát együtt lógtunk a suliból állandóan. Én leültem mindenképp az zongorához, és részint énekeltettem őt is egy kicsit, amit ő nem nagyon szeretett egyébként. Milyen hangja volt? Érdekes. Hát nekem tetszett. Tehát volt benne valami fantázia a hangjában is, de gitározni szerintem egy hangot nem tudott. Tehát elsővel konkrétan emlékszem, hát hegedülni tanult, gyötörték a hegedű órákkal, meg a kotta olvasással, de aztán a fejébe vette, hogy ő meg fog tanulni gitározni. Gyakran csak azért mentünk be az iskolába, nem is tudom miért, mert hogy találkozzunk, mert az Uglóból jött, én meg innen a Szent István Parkból, aztán már az első óra előtt elmentünk a Ceglédihez, kihoztunk egy pár lemezt, nekem volt lemezjátszóm, azt hallgattuk, fölvettük magnóra, úgyhogy nem felejtem el, amikor a Duane Eddy-nek megjelent az első valamelyik albuma, talán a Christine and Twangin volt az, egy ilyen poposított country zene volt, és a gitárra épült az egész, és hát azt ő nagyon-nagyon imádta. Ott még nagyon-nagyon egyetértettünk zenei ízlésünket tekintve. Chuck Berry volt a másik nagy kedvence, és szerintem ezért vált belőle egy igazi rockgitáros, mert én azt hiszem, hogy a rock nemzedék az a Chuck Berrynek a zenéjén és az ő gitár stílusán nőtt fel. Nem hordtunk egyszerűen táskát, és nem voltak füzeteink se. Egyetlen egy füzetünk volt, mind a kettőnknek egy füzete volt. És annak az eleje matematika füzet volt, ha hátulról nyitottad ki, akkor mit tudom, egy technológia füzet volt. Középről történelem, másodikban rúgtak ki mind a kettőnket a sok lógás miatt. Őt pedig szegényt még tovább gyötörték ezekkel a műszaki dolgokkal, ők még egy másik műszaki középiskolába átvették. És aztán én elvesztettem őt, tehát nem találkoztunk egy éven át, amikor is egyszer megjelent egy próbán nálunk. Addig nekem már volt egy ilyen saját zenekarom, mint a Szent István Park környéki srácokból. Így hívták a Szikonor együttes, és ő egyszer emlékszem, nyári szünet volt éppen, és ő dolgozott a mentőknél ilyen, mit tudom, egy nyári három, ilyen négy hetes ilyen állásban, hát akkoriban ez divat volt. És egyszer egy mentőautóval megjött, benyitott a Boschba, aztán amit elkezdett játszani, és az a csoda történt meg, hogy nem hittem a fülemnek, mert ugye épp hogy egy éve nem láttam talán, és akkor még semmit nem tudott. Ehhez képest akkor jobban játszott, mint a mi szólógitárosunk. És az egyik nap azt mondja nekem az egyik srác a zenekarban, hogy figyelj, de adjuk át a szólógitárt a Bartának, és majd átveszem a basszust. És hát így került ő be a Szikonor együttesbe, ahol aztán hát elkezdett kibontakozni az ő egyénisége meg személyiségem. Olyan dolgokat kezdtünk el játszani, amiben lehetőleg minél többet lehetett gitározni. Ő nagyon szeretett jól szólni, mármint az ő gitárja az szóljon, aztán a többi valahogy úgy nem nagyon érdekelte. Ő egy elég önzően saját képe szerint szerette volna látni a világot és berendezni a világot, és ebben volt köztünk sok összeütközés, mert hát itt két erős egyéniség került össze, ami azért nem mindig vezetett, hogy mondjam, békés hangulatú beszélgetésekre. Aztán meg már annyira csak a gitárosok érdekelték, hogy már olyan zene kezdte érdekelni, ami engem viszont már egyáltalán nem. A Szikonor után Barta a Hungáriában játszik. Vörös hangyaboly. Barta szerzeménye abban az időben progresszív rockzene, egészen más, mint Fenyő Miklós zenekarának hangzása.
Magyar ajkú feleségem Carol, az a konyhában főzi a kellemes kis meleg vacsorát Tomikának. Ő is fog mindjárt jönni, aztán beszél majd egy-két szót, majd én lefordítom neked. Mindent hagyjál most már a fenébe, mert csak az idegeidet teszed tönkre, meg az enyimet is, amilyen leveleket kapok néha tőled, és akkor 2-3 napokat itt nem tudok aludni, hogy mi a franc van, mert nekem százszorosan rosszabb, mert én tehetetlen vagyok, és csak a duplán ideges vagyok, mert nem tudok semmit se csinálni. Jó szeretettel üdvözöllek innen Budapestről édesanyját. November 16-a van. Tamáskám, a november nem tudom hanyadikán beszélgettünk hajnalban, itt magyar időszámítás szerint 4:30 volt. Hát borzasztóan meglepődtem, hogy fölhívtál, és hát nem is tudom neked azt elmondani, azt a határtalan nagy boldogságot és örömöt számomra, hogy hallottam a hangodat, és tudtam veled beszélni. Drága fiam, nagyon szépen megkérlek tégedet, hogyha egy mód és lehetőség van számodra, én nagyon, de nagyon kérlek, Tomi, hogy írjál, hisz hidd el nekem, Tomi, hogy borzalmas az egyedüllét, borzasztó a család nélküliség. Azt sem akarom, hogy én rajtam sajnálkozzanak, érted? Én rajtam ne sajnálkozzanak, sajnálkoztak már én rajtam éppen eleget, ne röhögjenek a markukba, érted? Mert ha megállok, akkor az első szavuk, hogy mi van a Tamással, mikor itt mit kapott, ez az első szavuk, aztán jön az, hogy hogy vagyok. Hát nem vagyok én erre, fiam, kíváncsi. Arra gondoljál, anyukám, hogy ha most írsz nekem ilyenek leveleket, mint amit néha szoktál, akkor képzeld csak el, hogy ez még csak most, hogy egy-két hónapja, hogy itt vagyok, akkor mi lesz később, amikor 2 év múlva vagy 3 év múlva tudsz te csak kijönni, meglátogatni, hogy fogod addig elviselni az egyedüllétet? És utána én csak legfeljebb 6 év múlva, vagy mit tudom én, 5 év múlva, nem tudom én pontosan, tudok hazamenni. Na most nekem különben az van itt, hogy mindenki, aki idejön Amerikába, az 2 év múlva kap egy úgynevezett zöld kártyát, ami azt jelenti, hogy ha megvan ez a zöld kártyád, akkor nem vagy állampolgár még, de elhagyhatod az országot, tehát utazhatsz Európába, szerte a világba. Akinek még nincs meg ez a zöld kártyája, az nem hagyhatja el az országot, illetve elhagyhatja, csak nem jöhet vissza. Nekem ez a zöld kártya, ez már folyamatban van, mert azok, akik megnősülnek, azok rögtön megkapják. 3 hónapon belül én megkapom ezt a zöld kártyát. A Józsi, a Tóth Józsi csak most kapta meg az elmúlt hetekben, pedig ő már kint van már majdnem 3 éve. Szóval úgy néz ki, hogy én hamarabb kapok állampolgárságot is, 3 év alatt valószínű, hogy meg fogom kapni. Hát Tomi, azért próbálnám magad, a Jóisten áldjon meg tégedet, egy kicsit beleélnem az én helyzetembe. Én sajnos nem tudok telefonálni. Hát, hogyha az én fiam annyit nem vesz, ne szívjál el egy nap 2 doboz Chesterfieldet, vagy mit tudom én, milyen cigaretta van ott, hanem fogom egy hónapban egyszer fölhívom az édesanyámat, és megkérdezem. Hát, hogy anyám, hogy vagy? Fleetwood Mac-nek van egy ilyen száma, nem nagyon. Simonyi András, hazánk egykori washingtoni nagykövete. Hát
Hát ez nincsen fantasztikus. Az ember itt van ebben a nagy szürkeségben, és egyszer csak talál egy színfoltot, keresi a színfoltokat, és ezt megtaláltam, hogy Magyarországon is van egy ilyen egy bimbozó rock élet, ami sok furcsaság volt, mert ugye sok halandja van, mert a magyar együttesek nagy része nem tudta, hogy mit énekel. Give me some loving, az a kiviszem a lavort, meg ilyenek volt. De hát ennek nincs jelentősége, mert a szív az ott volt, és mindenki megpróbálta a legjobbat játszani. És ugye a Bartával nagyon jobba kevertünk, és a Barta meglátta nálam az én hangszereimet, és nekem volt egy kis dinakord erősítőm, egy 26-os csöves erősítő. És a Bartának akkor minden erősítőhöz hozzá tudott jutni, tehát voxal, marsal, mindennel tudott játszani, neki ez kellett. És azt mondja nekem, figyelj, de add nekem ezt az erősítőt. Akkor az történt, hogy én valóban odaadtam neki, cseréltünk egy, tehát ő adott nekem egy gitárt, én adtam. Odaadtam neki ezt az erősítést, amíg ő lemezeket készített, amíg ő itt Magyarországon játszott ezzel a kis dinakord erősítővel, kis szürke, csúnya, fantasztikus hangja volt, és akkor értettem meg, hogy nem az az érdekes, hogy kinek van, az az érdekes, hogy kinek a kezében van az a hangszer. Ezt a gitárt a Tamás nagyon sokszor használta, meg nálam is próbálgatta, meg minden, és borzasztóan szerette. Simonyi András gitárját Bartha Tamás gyakran kölcsönkérte, egyébként ezzel a gitárral készült az 1972-es Csak egy szóra című felvétel is. Az erősítővel kapcsolatban akarok mondani neked egy pár fontos dolgot. Leírtam neked a papír, ami az én tulajdonomat képezi. Egy darab Marshall erősítő, 100 wattos hangfallal együtt, egy darab Shure mikrofon, ami újonnan volt 5000 forint, a mostani ára körülbelül használtan 3500 forintot kellene kapnod érte, körülbelül 3500-4000-et. Az erősítőért, hangfalért körülbelül olyan 25 ezeret. Neked kell eladni, lehet, hogy még többet is fogsz kapni. Föladni hirdetést az Esti Hírlapba, és a srácok majd segítenek megfogalmazni, valahogy így, hogy egy darab Marshall 100 wattos hangerősítő hangfalal, egy darab Shure mikrofon eladó, és lakcím. Ne adjál meg telefonszámot, mert akkor mindenki csak fog hívni éjjel-nappal, és senki se fogja megvenni. Aki kijön már a lakásra, ezt már tapasztalatból tudom, azt érdekli. Ott József, az egykori Hungária dobosa 1971-ben hagyta el Magyarországot, de előtte Budapesten már jól ismerte Bartha Tamást. Magyarországon ő volt akkor legjobb gitáros. A 100%. Nem volt olyan, aki ennyire ismerte volna a country zenét, a rock zenét, úgyhogy mi nagyon összetartoztunk ebbe a műfajba. És akkor, amikor aztán mondom, a Freres Kacsi telefonált, amikor benn voltunk a stúdióba, és mondta, hogy az LGT-ben, mondtam a Bartának, mondom, hogy a 100%-ek mennyi át, mondom, a szupergrupba. A Hungária az egy olyan zenekar volt, nagyon szerettek bennünket, de LGT szupergrup volt. Én 100%-ig azt mondtam, hogy menjél, mert tudsz följebb menni. A melóval, meg a lóvéval, mert hát ez a legfontosabb, of course, természetesen. Szóval az van, hogy a Carol kapott már egy nagyon jó állást, ebben a music businessben van, szóval a zenei dolog. Velem kapcsolatban pedig az van, hogy nekem vannak ilyen úgynevezett sessionjeim, ami abból áll, hogy hívnak telefonon, és akkor stúdió felvételek vannak, és akkor... Én megyek oda, és akkor jöttem
gitározgatok és cashbe fizetnek. A cash az azt jelenti, hogy készpénzbe, szóval nem csekk. A lényeg az, hogy most annyi pénzt össze tudunk így hozni, hogy van egy-két ilyen kis apró célunk, tudod, amit akarunk venni. Ez a legdrágább színes tévé itt Amerikában, ez 700 dollár. 25 csatornát tudok nézni 24 órán keresztül színesbe, és hát eszméletlen programok vannak itten, olyan filmek, meg minden. És itt kell mondanom azt, hogy még egyszer, ne törődjél senkivel, ki mit mond otthon, hogy a Tomika még nem játszik a Rolling Stones-ban, meg a Beatles-ben. Te csak arra gondoljál, érted, hogy itt az embereknek a 95%-a rendesen normálisan él, és körülbelül annyiuk van, mint otthon. Az embereknek, nehogy azt itt, hogy, hogy itt mindenki teli van, lóvé van, mert ez Amerika. Most szól a Carol, hogy kész a vacsi, úgyhogy a fiacskád egy kicsit most éhes, úgyhogy telezabálja magát, és utána folytatom. Oké? Okay? Boki? Hát, tudod, foglalkoztam vele, hogy feladom a lakást, és bemegyek a szociális otthonba, mert én nem tudom ezt a rezsit tudni fizetni. Nézd, ott a nekem most már tényleg semmi a világon nincs, csak ez a nagyon szép kis otthonom. Ami gyönyör, olyan csodálatosan be van rendezve, Tomi, érted, hogy akárki bejön, érted, mindenki azt mondja, hogy olyan, mint egy kis paradicsom. Hát ez az egy van, még ezt a bázist, ha kidobom a talpam alul, érted, akkor aztán végem van. Brandeis Adam is, a napba öltözött lány. Barta Tamás az valamit tud a gitárról, amit csak a legnagyobbat tudnak, ami arról szól, hogy hozzányúl a gitárhoz, és tudja, hogy mit kell játszani, kész. Ennyi a történet. Nagyon korán elváltunk egymástól, és utána haláláig én nem is hallottam róla semmit. Még azt is megmondom őszintén, hogy nem túl jóban váltunk el egymástól. A presszerék elkezdték őt csalogatni egy újonnan alakuló bandába, amiről még nem sokat tudtam. Először azt hittem, hogy az Omegába akar menni. Kiderült, hogy valami ilyen szupergrupszerűséget, ami akkor nagy divat volt, hát a világban mindent akkor alakultak az első szupergrupok, az első nagy nevű zenekaroknak a jó zenészeiből. Úgyhogy nálunk is lett egy ilyen, és én ugyan csodálkoztam, de... Már mind? Hát, hogy őt hívták oda. Nem tartottad annyira jó gitárosnak, hogy a szupergrupba beleférjen? Én jó gitárosnak tartottam őt, csak egy kicsit öncélúnak éreztem. Hogy is mondjam, szóval... Már a nagyobb a híre, mint amilyen igazából volt. Egyéniség volt, de voltak dolgok, amikhez nem tudott alkalmazkodni. Például én konkrétan emlékszem, hogy egy 12 ütemes blues sémában, amikor improznia kellett, akkor sokszor kibillent ebből. És én nem is nagyon tudtam megérteni, hogy ez miért van. Hogy csak azért van, mert megint valami formát fel akar rúgni, de ezt a formát nem lehet felrúgni, szóval sokszor úgy kiesett a dologból. Tehát mindamellett, hogy ötletes volt, kreatív volt, még azt is mondhatnám, hogy virtuóznak számította maga korában, de azért annyira muzikálisnak nem tartottam, hogy mondjuk őt kiválasszák, ha már a legjobbat kellett. Nekem akkor mindenképpen egy korszakváltás következett be, tehát ha hívták volna, ha nem, valószínűleg az a Hungária, akkor kicserélődött volna, és a Barta is elment volna. Itt kell mondanom neked, hogy két nap múlva lesz az a dátum, ami a legborzasztóbb mindkettőnk életében. Szegény apu egy éve halt meg. A Carolnak az ötlete volt, hogy én tudod, hogy nem vagyok egy templomjáró, de elmegyünk egy templomba és gyertyát fogunk gyújtani január 31-én. Következő év őszén körülbelül elhatároztuk a Carollal, hogy innen elköltözünk, lakosságnak a
90%-a körülbelül úgynevezett apartmanokban lakik, ami annyit jelent, hogy vannak ilyen tulajdonosok, azok a milliómosok, akiknek nagyon sok pénze van, azok felvásárolnak házakat, háztömböket, és azokat kiadják bérbe. Egy ilyenben lakunk mi is. Lehet bérelni nem csak apartmanokat, hanem házat is. Egy ilyen házat szeretnénk mi is kibérelni, majd hogyha ki fogsz ide jönni, akkor meg fogod látni, anyukám, azt hiszem el fogsz szájulni, mert olyan házak vannak itt, hogy a hegyoldalból így lelógnak a házak. Nem messzebb tőlünk, ez a kenyomban van, ez azért óriási dolog, mert nem zavarunk senkit, lehet zenekart, mindent lehet oda fölvinni, egy csomó zenészt ismerek, aki bérel ilyen házat, és az egész zenekar ott próbál mindent, szóval ez egy óriási dolog. Most pedig ide hívnám Carol Bartánét, hogy szóljon egy pár szót édes anyukához a mikrofonba. This is a very interesting situation, because you have to talk to my mother, okay? Okay. Please. Szevasz, mama. My Hungarian is terrible, so Tomi will speak after me. Szevasz, mama, azt értetted, remélem, azt mondta, hogy az ő magyar tudása az borzasztó, ezért én fogom fordítani minden mondatot. That's what I said? Yes. Thank you again for all your lovely presents. I'm enjoying them very much. Még egyszer köszönni az ajándékokat, és nagyon örül neki, és használja őket. I have them all. Tomi and I have a beautiful life together, and we're having a good time. Azt jelenti, hogy nagyon csodálatos élete van a Tomival, a Carolnak. Nagyon szépen élünk együtt. Tomi shaved off his beard and mustache for a while, and now it's growing back and it looks much, much better. Ó, elárult. Elküldtem a képeket neked, ami nem volt már a bajusz meg a szakál, mondta, hogy ezt most levágtam, és most megint megnövesztettem, anyukám. És azt mondja a Carol, hogy sokkal jobban tetszem neki. A 1000 puszi. Ez 1000 puszit jelent. Ennyit küld most neked a Carol a következő tépig. Hát tudod, Tomikám, arra gondolok, hogy talán a Carol egy amerikai nő, és én az amerikai emberekről a lehető legrosszabbat hallottam. És talán ő talán nem tudja azt megérteni, hogy neked itt maradt egy özvegy édesanyád, egy ilyen tragédiával 4 hónap alatt elveszteni 2 embert. Nagyon lerobbantam, úgyhogy fekvőbetegnek vagyok fölírva. Most már 1 hónapja itt hol fekszek, mint fekvőbeteg. Tehát ez azt jelenti, hogy 10-től 1 óráig elhagyhatom a lakást, mert hát ugye megmondtam, hogy én egyedül vagyok, és nem megyek, de Tomikám, alig bírok letántorogni az utcán. Hát most meglehetősen komoly injekciókat kapom, hát ezt a Faller adja, és Tomikám, nagyon szépen megkérlek tégedet, hogy 3 kis lemezt érted, mert ezért tudod, nem fogad ő el tőlem semmit sem. Tudja, hogy kim vagy, és gondolom, hogy ezek a lemezek ott nem kerülnek sokba. Barta Adam is fordító arcok. Károly és Somló Tamás. Milyennek gondolják ezt az embert, aki egykor a zenésztársakot? Mi a legjellemzőbb történet, ami személyes történet róla?
Amikor megismertük egymást, és napi kapcsolat lett a dologból, nagyon rossz minőségű Izabella utcai lakásban lakott, fönt a harmadik emeleten a barátnőjével. Lift nélkül. Lift nélkül, ezt hozzá kell tenni, akkor még felszaladtunk. Állítólag ő pedig a hátán a fás kosárról szaladt fel a pincéből. Szenes kosárról. És hát egyértelműen ő tulajdonképpen hároman laktak együtt abba a lakásba, a barátnője az Éva, a gitárja, meg ő, mert egyfolytában gitározás volt, meg a kutya. Az Éva még azt is megcsinálta neki, hogy néhány harmóniát gitáron megtanult, amiket így GPS-en játszania kellett, igen, és a Tomi meg arra improvizált. Az Éva olyan unottan a gitárral, ilyen akusztikus gitárral a kezében játszott, hogy tan-dan-dan. Egyáltalán nem tud gitározni. Nem, egy pár harmóniát megtanított neki a Tomi. És akkor tovább gyakorolt. Egész nap gitározott, egész nap gyakorolt, és hát fantasztikus módon játszott, nagyon jó volt a hangszíne, minden stb. Tehát ő a gitárjának élt, és hát így volt a kezdeti megismerés, és amikor ez az amerikai centrikus dolog, ez is olyan volt, hogy mentünk az utcán, és jött egy amerikai autó, és akkor ilyen teátrális mozdulatokkal megállt a járda szélén, és meghajolt, és ezt a tiszteletem kezé csókolom, és elment, mint hogy Cadillac mellettünk. Szóval nagyon-nagyon ezt az amerikai feelinget gyerekkora óta kedvelte. Az amerikai zenéért, az amerikai filmekért, az amerikai... Tehát ezért az egész amerikai... Hát talán az életforma, de inkább ami onnan jött, azon keresztül szerette meg azt az egész dolgot, és azon keresztül lett ilyen hihetetlen rajongójává ennek a dolognak. Különben majd küldök egy újságcikket is, a Rolling Stone magazinban megjelent a Tomikáról egy cikkecske, hogy elvette a Carolt, és a fiúk meg hazamentek. Mindegy, ezt majd megkapjátok, a Xerox másolatot. Ma találkoztam, délután voltam a Szabó Gábornak a sessionjén, nem tudom, hogy hallottál előre a Paliról, ez egy gitáros, magyar gitáros, 56-ban jött ki, itt Amerikában világhírű lett, úgyhogy arról is szó van most, hogy lehet, hogy össze tudunk jönni valahogy játszogatni, nem tudom, majd valahogy lesz. Egyelőre mondom, örülök, hogy is mondják, hogy letettem a seggemet. Na, most egy kis zene következik különben, Komjáti Gyurinak a műsorából, a Graham Central Station együttes játszik. Nagyon nagy fazon volt, és amikor játszottunk valahol, akkor mindig elé álltam, mert a csajok csak őt nézték. Ott ugráltam előtte, hogy legalább valamit is kaphassak, és aztán az ő reszortja lettem én, mert akkor ez kiszállt az zenekarból, és akkor én kerültem az ő posztjára hasonló elvárásokkal, hogy nekem is ugyan körülbelül ezeket a dolgokat kellett teljesíteni, amit a Karesz csinált előttem, hogy énekelt, basszus gitározott, szakszofonozott, fejen állt. És akkor nekem meg kellett tanulni, hogy basszus gitározni, igen, mert én nem tudtam. És akkor minden nap 11-kor át kellett menjek hozzá az Izabella utcában. Hát először is vetettek velem egy basszus gitárt, eladtam a zsigulimat, és vettem a Triálnál egy rohadt nehéz, jó drága Fender basszus gitárt, és attól kezdve gyalog kurcoltam a hátam. Akkor 11-től ott voltam már a délután 4-ig, 5-ig, rendesen verte a fejemet a gitárral. Közben leíratta velem a nótáknak a basszus menetét, meg az akkord menetét. Más pózban nem lehetett látni, amikor felment az az ember, ült valahol törökülésbe, ölébe a gitárja, valamelyik gitárja, és szólt a magnó, és akkor figyelte, és kísérte, és levette, és szóval az volt az érdekes, hogy a Tominak volt egy ilyen hihetetlen adaptációs készsége, hogy át tudott alakulni Jimi Hendrixé, át tudott alakulni Elvin Lee-vé, Johnny Winter-é, Edgar Winter-é, akárkik, akik az ő nagy Chuck Berry, és mit tudom én, voltak neki ilyen fétisei. Barta Adam is szeres nagyon. Sikít, ha elszalad,
csinálok ilyen session stúdió munkákat, csak oda megyünk kocsival, a Carol mindig elkísér, és akkor stúdióban csak játszok, a Lé meg jön, nem is kevés, úgyhogy nagyon vidámak, boldogok vagyunk. Mondom, megvettük a színes tévét mostan, minden szabadidőmben csak tévét nézek, mert hát ez óriási, imádom. És úgy néz ki, hogy két héten belül megveszük a új kocsit, 1975-ös vadonatúj Volkswagen-t akarok venni. Azért nem akarok más kocsit, hiszen bolondítanak, hogy miért nem akarsz nagy kocsit, meg izé, mert sokat fogyaszt, sokba kerül a kocsi, nekem nem kell arra, hogy a Carol elmenjen dolgozni, meg én, hogy elmegyek dolgozni stúdióba, ami nincsen messze, arra nem kell nekem nagy kocsi. Na, hát szóval így rajlik az én életem, Tomikám. Hazajövök, érted? Bezárkozom, olvasok, lefekszek, sírok, temetőbe megyek, dolgozni megyek, ebből áll az én egész életem, ebből áll. Mi volt az, ami elsőre föltűnt a Barta gitárjátékában? Ez nagyon tisztán játszott. Tehát Presser Gábor. Tiszta, virtuóz, és az, hogy stílus egyenes, tehát azt játsz, ami oda való. Nem játszott blues hangokat, hogyha egy dalban az nem volt jó. Tagadhatatlanul egy nagyon-nagyon szép arcú, jó arcú ember volt, aki egy fantasztikus muzsikus volt. Ő belőle egy nagyon komoly víziporos lett volna. Tudtuk volna az ő nevét, ha valaki az népsportokat megnézi, akkor volt olyan név, hogy ő azokkal a nagyokkal, akikkel együtt játszott, mint a Szívós, hogy a Barta volt, ha jól tudom, akkor legalábbis az egyike az elsőknek a gólkirályi vetélkedésben, ha éppen nem ő volt. És aztán nem érdekelte tovább semmi, csak a gitár. És állítólag a vízipolos múltjából volt egy fülsérülése? Volt egy fülsérülése, és amikor 72-ben lehetett szerintem, vagy 73 tavaszán, amikor egy Hekenász nevű professzor úr megoperálta, és akkor én mentem el vele a kórházba, Tomi elvitték egy ilyen utalgos kontrollvizsgálatra, és akkor a professzor úr azt mondta, hogy soha nem lesz tökéletes, mert ez egy születési rendellenesség, valamilyen összenővésről mesét nem nagyon értettem sajnos. Várom azt a pillanatot, amikor kijössz majd, és kimegyek érted a repülőtérre. Remélem nagyon hamar el fog következni ez a pillanat. Aztán jött ugye ez a meghívó levelem. Egy olyan vas akarat van bennem, csak azért, hogy téged meglássalak. Elvégre nem politikai bűnös az én fiam, semmit nem csinált az én fiam. Avval együtt, hogy elment, Tomikám, avval együtt, hogy te elmentél, én tudom, hogy a Magyar Népköztársaságot ebben megsértetted, én ezzel mindennel tisztában vagyok, de én erről nem tehetek. A legnagyobb bánat az enyém, hogy én itt maradtam öregségemre egyedül, és akkor még engem sújtanak, hogy nem adnak ott levelet. Én ezt is belátom, hogy vétkes vagy, bűnös vagy, már ilyen értelemben csak, hogy kimaradtál. Én ezt meg is mondtam az illetékes helyen, de az én fiam becsületes, szereti a hazáját, szeret engemet is. Mielőtt az LGT, a nevezetes 1971-es amerikai turnéra elindult, volt-e bármiféle előjele Somló Tamás számára, hogy mire készül a Barta? Volt a Tóth Józsi barátja, Hungáriában együtt játszottal, és ő már kint volt Amerikában, amikor igen, ő is lelépett, és ő két hetente írt neki egy 4 oldalas levelet a Tominak, és amikor megjött a levél, akkor Tomi mindig rohangált, és mutatta, hogy megjött a levél Amerikából, és hogy miket írnak, és hogy miket írtak, és hogy jó, meleg van, nem kell a szenet felvinni a hátamon, süt a nap. Kalifornia, USA, rendesen ilyen USA betegsége volt. Hogy történt a bejelentés? Gondolom, egyszer csak közölte az LGT tagokkal, hogy ő most kint marad. Igen. Ez hogy volt? Konkrétan én úgy tudtam meg tőle, hogy amikor kint voltunk Turkuba, vége lett ennek az amerikai túránknak, és akkor Los Angelesbe beültünk egy stúdióba, és csináltuk az új lemezt, és akkor közben kiderült, hogy nekünk el kell menni Finnországba. Van egy rockfesztiválra, mert az Interkoncert fenyegetődött, hogy bevonják az útlevelünket, mert hogy ez aláírt szerződés, amit tudom. És amikor ott a szállodában aludtunk, akkor Tomi átjött és mondta, hogy akar velem beszélni. És akkor elmondta, hozott egy üveg viszkit, ott leültünk, iszogattunk, és akkor elkezdtem mondani, hogy hát én úgy döntöttem, hogy így döntöttem.
És akkor próbáltam őt győzködni azért, hogy figyelj, de hát itt van a kezünkben a szerződés, 3 évre, 3 turné, mondom, hát nem lehet az, hogy nem engednek ki minket, vagy valami, őt nem érdekli semmi, és annyira nem hallotta meg az érveket, szinte elbeszéltünk egymás mellett, mert bármit én mondtam, ilyen progressziót, hogy hát értelmetlen valahol a dolog, mert hát megteheted ezt jövőre, meg 2 év múlva itt van a kezünkben a franchise-t. A biztosíték, és nem, őt nem érdekli most már az egész. És akkor mentünk vissza repülővel, Turkóval repültünk vissza a Los Angeles-be a stúdióba, meg akkor fél időben voltunk a lemez készítéssel, és akkor belekerültünk a marha nagy viharba, és akkor mondtam, most szólj a picinek. Mondtam, most nem lesz mérges. És akkor a Spresselnek addig még nem szólt? Nem. Barta Adam is csavargók angyala. Minden út visz valahová, lehet, hogy jó felé, lehet, hogy nem. De mindenkinek el kell indulni valamerre. De hogy ez az út majd merre menne, mégsem kérdezem. Elkerülni sorsom úgy sem tudnám, mert sorsom a végzetem. De tudom, felettem a kéké, és addig nem kell semmi más. És addig nem kell semmi más. Szegény jó anyám is mindig mondta, mi lesz belőled, fiam? Más ember örül, hogy luk van a száján, s marad, ahol van. Reggel a cipőmben volt egy béka, ingem szétszakadt, és a lukakon a földcsapat. Egy-két szót szeretnék neked mondani az amerikai emberekről. Nagyon-nagyon barátságosak, tényleg. Mit mondjak neked? Nehéz is volt megszokni egy kicsit eleinte azt, hogy például az utcán teljesen ismeretlen emberek köszönnek egymásnak. Hi, how are you? És neked vissza kell köszönni, mert különben rossz néven veszik. Nem tudtam elképzelni, hogy honnan ismer engem mindenki itt Amerikában. Most jöttem csak ide. Hát aztán megtudtam, hogy ez egy ilyen speciális szokás. Na most egy kis meglepetés következne, én tudom, hogy te egy rockzene rajongó vagy. Leszeretném neked játszani azt a lemezt, ami most jelent meg. Ez volt a második munkám különben, ez egy ilyen session munka volt ugyancsak. Be kellett menni a stúdióba, és azt mondták, hogy találjak ki valamit erre a számra, játszok rá. A banda az egy ilyen néger együttes, ilyen, itt úgy nevezik, ilyen soul együttes. Hallgass meg! Az is közismert, hogy Barta Tamás megismerkedett Jimmy Miller titkárnőjével, egy Carol nevű amerikai hölgyel. Ez hogy történt, és mi lett ennek aztán a folytatása? Hát mindannyian megismerkedtünk vele, mert ő várt bennünket többek között New Yorkban. Amikor leszálltunk a gépről, akkor ő is ott volt, és hát ő képviselte a Jimmy Millert, mert Millernek egyébként nem dolga kijönni elénk a repülőtérre. Akkor ő még a Rolling Stones producere volt, és voltak más elfoglaltsága is. Ez kijött a Carol, én nem tudom, hogy ők hogy ismerkedtek, meg mit csináltak, meg hogy az asztal alatt mennyire lábaztak, de azt tudom, hogy a vacsora végén fölmentünk, és én be voltam osztva, azt hiszem a Somlóval. És egyszer csak jön a rozoga a technikusunk, hogy hát akkor ő most itt egy kicsit beköltözne. És jó, és miért? Hát a rozoga éppen a Bartával, hogy ő útban van, mert hogy benn van a titkárnő. Hát jó, hát akkor dőlj le. És akkor másnaptól ők ilyen karba öltve jártak. Hogy tudtad meg, hogy Barta nem jön vissza? A Beverly stúdióban dolgoztam a lemezünknek azon a ideiglenes keverésén, hogy valamilyen anyag azért a kezünkben legyen. Ott a stúdióban lezuhanyoztam, lementem, és a Barta ott áll, és a Carol bennül a kocsiba, és a Tommy azt mondja nekem, hogy na sok szerencsét, szóval majd meglátjuk, mi lesz a fülemmel. Rámutatott a fülére, és azt mondta, hogy te még hallasz rólam. És nevetett, és mondom, hogy mit?
És akkor esett le a tantusz, hogy miről van itt szó. A többiek tudták. Én tudom, hogy ők tudták. Hát tényleg azt hittem, hogy jön haza. Én akkor még ezt úgy gondoltam, mint mindenki abban az időben, hogy ez egy árulás. Én is áruló voltam az Omegában, amikor eljöttem, és ez 3 évre rá volt. És úgy gondoltam, hogy ez elárulás, mert én többnek tartottam, hogy barátságunkat meg lehet mondani. Én megértettem volna őt, hogy itthon semmi olyan nem volt, ami neki jó volt. Most nem arról, nem beszéljünk politikáról, az ő élete. Az ő élete az itthon nem volt jó. És olyan zsákutcaszerű volt. A Carol nagyon villámgyorsan hozzáment a Bartához, úgy tudom. A Carol az beadta nekem, hogy a Tominak itt lesz egy fülműtétje, mert hogy Magyarországon nem tudják megcsinálni a fülét, de nem akartam belemenni a Carollal se ebbe, se másféle vitákba, mert ugye ez egy nagyon fura helyzet, hogy a feleséged közben a turné vezetője. Tudod? Most ezt én nem nagyon bírtam ezt a helyzetet, hogy a Carol néha parancsnok volt, vagy úgy szólt rá a Somlóra, mint hogyha ő valami főnök lenne. Drága anyukám, nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözöllek, csókollak, imádlak innen Los Angelesből. Most már itt vagyok 2 éve tulajdonképpen. Most érzek egy olyat, hogy valahol egy olyan kis megállapodást az a testemben, az agyamban, tudod, hogy most már tudom, hogy mi újság van, itt tisztában vagyok a lehetőségeimmel, a jövőre nézve, stb. Elsősorban kezdeném avval, hogy nagyon-nagyon sok mindent fogok elmondani neked, úgy, ahogy eszembe jutnak a dolgok. Olyan dolgokat, amit idáig nem mondtam el, mert nem is tudtam tulajdonképpen, hogy mondjam, meg nem voltam tisztában dolgokkal. Egy olyan nagy ködös fal volt előttem itten, tudod? Nyelv miatt, meg az élet, egészen mások itt az emberek, anyukám. Rólunk egy-két szót, még mindig itt lakunk ebbe ugyanabba az apartmentbe, hát azt nagyon jó tudod. El akarunk költözni egy ilyen kertes házba, itt Los Angelesbe, de nem itten a belvárosba, Hollywoodba, hanem egy olyan helyen, ami közel van a belvároshoz tulajdonképpen, de egy kertes ház. Azért akarunk elmenni, mert ez a Hollywood, itt ez a belváros, ez itt úgy mondják, hogy nagyon freaky, nagyon furcsa emberek laknak itt, tudod? És nagyon sok a krimi itten. Nagyon sok lövöldözés, meg mindenfajta dolog, nem is akarok erről beszélni. Tomikám, azt írott, hogy ott rettenetesek az emberek, és hogy milyenek az amerikai emberek. Hát apukám, én ezt már nagyon soktól hallottam, már nem most, hogy te kint vagy, hanem még azelőttől is hallottam én, hogy azok rendkívül pénzéhesek, csak maguknak élnek. Hát itt azt tudom neked mondani, hogy itt is rendkívül megváltoztak az emberek, érted? Rendkívül megnőtt a határtalan nagy igényük van, érted? Rendkívül igényesek, érted? Kitört a zenekarba pánik, mert hát ott volt a kezünkben a szerződés, és állás ebben a szerződésben bele volt fogalmazva egy külön pont, és még fel is hívták rá a figyelmünket, hogy nincs tagcsere 3 évig. És már ettől magától ugrott a szerződésünk. Szomorú búcsúzás volt, tehát a Laux Józsi, aki a zenekarnak volt akkor a menedzsere, producere, kreatívja, mindene, ő infarktus szélén volt, már annyira szíverütött ez a dolog, hogy erre nem számított, hogy ilyen történet, ilyen létezhet. Mert ezt az egész sztorit ő építette fel, hogy megpróbálunk kint a nagy világban bemutatkozni, megmutatni magunkat, mit tudom, és elindultunk ezen az úton, és hogy sikerettek a lépcsők. Akkor még poén volt az, hogy kommunista rock'n'roll zenekar vagyunk a vasfüggöny mögül Amerikában. Most már nem. Tehát a Barta távozása hiúsította meg az egész tervet? Hát részben. A szerződésünket abszolút. Presser Adam is, ringasd el magad, zenekari változat.
későbbiek folyamán szeretnénk mi venni egy kis földet, mert az itt nagyon jó befektetés, és egy házat építeni a földre, szóval nem házat venni, hanem egy olyan házat szeretnék, amit én elképzelek, és a Carolnak a papája, és a Carolnak a testvére tudnának segíteni, fölépíteni a házat. Nagyon olcsó meg tudnám oldani az egészet, és meg fogom oldani. Azt kikalkuláltuk, körülbelül belekerül 35 000-40 000 dollárba. Itt millió fajta biznisz van, amiben bele lehet ugrani. A lényeg az, anyukám, hogy én ezen a levelen akarok maradni. Nincsen olyan igényünk a Carol-al, hogy csak a pénz hajkurászni életünk végéig. Ezt, amit akartam, ez a ház dolog, egy kis swimming pool-lal, kis földdel, ezt meg akarom csinálni, meg akarom venni. Ez körülbelül, ahogy el tudjuk úgy képzelni, ez körülbelül 5 éven belül meg fogjuk csinálni. És egy olyan dologba akarunk belekezdeni, egy olyan bizniszbe, amihez mind a kettőnknek kedve van, és mind a ketten kedvel csináljuk, és együtt tudjuk csinálni. És ez valószínű nem lesz a zene, mert itt a zenéből nagy pénzt csinálni, ahhoz rengeteg szerencse kell. És ez a házépítéssel is kapcsolatosan én ehhez nem értek, de én nem tudom, fiam, hogy nem-e fogsz itt mellé fogni, hogy nem-e borzalmas sok ez, és hogy minek kell az a ház. Hát bérház vagy bérlakás az nem jó, csak egyet tudok mondani, Tomikám, hogy az Isten szerelmére kérlek téged, de dolgozzál, érted? Úgy, ahogy most rájössz, hogy szegény apu, hogy mondta, fiam, zenélj, de tanulj. Legyen egy szakma a kezedben, mert sose tudod, hogy a sors hova sodor, és mi lesz, és egy szakmában mindig meg lehet élni. És most eljárt valami egy rock'n'roll, aminek a címe Hey, gyere velem, angolul Hey, get a feeling, és arra kérünk veleteket, hogy lesz egy kis rész, bátran lehet énekelni, tapsolgászni, mindent. Bár nagyon, tudom, hogy nagyon meleg van, de azért bátran, jó? 1974. Koncert az amerikai turné előtt valamelyik budapesti egyetemi klubban. Barta Tamás beszélt. Ez a dráma, amit ott megértek az emberek rockzenészként, hát ennek abszolút döntő szerepe volt abban, mert Barta itt hagyta az országot. Itt állandóan viaskodni kellett, hát azért a rockzene az a szabadok zenéje. Hát a rockzene az arról szól, hogy négy ember, öt ember kiáll a színpadra, és a szívét, lelkét kinyitja. Ennél jobban ellenpontozni azt a politikai légkört, ami akkor uralkodott, meg kultúrpolitikai légkört nem lehetett volna. Hát ugye az abszolút szabadság zenéje áll szemben egy ilyen kiszámíthatatlan, hol enged meg, hol ne enged meg, ő támogat, amit ugye, hát csak a Jóisten tudta, hogy mi a három téből melyik és mikor kategorizálják át az egyiket a másikba. Barta borzasztó érzékeny volt. És beszélt erről, hogy ő ettől szenved? Hát erről mindig beszéltünk. És nagyon nehéz volt ám ezt elviselni. Szóval hatalmas sztárok voltak, és tényleg Amerikában is sikerük volt. És hát azért az jó érzés azokat a plakátokat így visszamenőleg látni, amikor a Kent Heat nevű akkori szuperegyüttessel együtt szerepelnek egy listán, és teljesen jó. És azért ez a kontraszt, ez nagyon elviselhetetlen. És aztán senkivel nem osztotta meg, hogy mire készül. És aztán ez megtörtént, és hát azért ez egy nagyon nagy dráma volt, és egy nagy törés volt, és nekem nagyon, nagyon hiányzott. Elhangzott a gitáros halála Barta Tamás emlékére. A gitáros halála Barta Tamás emlékére. Második rész. Hajlom a kopani ajtómat,
1974-es diszidálása után Bartha Tamás, az LGT szólógitárosa élő legenda lett. Számtalan mítosz keringett róla, melyek nagy részét ő maga teremtette. 1982-es tragikus halála pedig a legendás rock személyiségek közé emelte. 2008. július 7-én lett volna 60 éves. Bartha nem csak virtuóz gitáros volt, de zeneszerzőnek, énekesnek sem utolsó. Számtalan LGT-s láger fűződik a nevéhez. Műsorunkban az LGT tagjain kívül több pályatárs és barát is megszólal. A Bartha hagyatékban magnókazetták is maradtak. A gitáros amerikai életéről hangos leveleket váltott Pesten maradt édesanyjával, ezekből is idézünk. Az első rész a disszidálásig tartó időszakról szólt. Most a gitáros amerikai éveit és halálának még ma is vitatott történetét mutatjuk be. Az este is veled érkezzen, éjszakán, és mindig ad nekem. Alig várom már, hogy lássalak. Végre el tudnék veled beszélgetni olyan dolgokról, amiről 26 évig egyszerűen képtelenek voltunk elbeszélgetni, mert úgy érzem, hogy nem voltunk annyira közel egymáshoz. Most ne érts félre ezt, hogy nem voltunk közel. Nagyon közel voltunk, de egyszerűen nem tudtunk elbeszélgetni egy kicsit mélyebben, elmélyülni, hogy tulajdonképpen miért is élünk. Hát 10 000 kilométerre kellett azt mondom elmenni az én gyerekemnek, hogy azt mondja nekem, hogy anyám, közel kerültem hozzád, közel volt hát én hozzám, fiam, akkor is, amikor kellett valamit elintézni, vagy amikor kellett valami, meg közel voltál is, akkor is, csak hát ez a ringyó, ugye, próbál tégedet mindig mindenféleképpen befolyásolni más irányba, ugye, és amikor én észrevettem dolgokat, akkor, ha én szóltam, akkor persze, hogy nem voltam jó, ugye? Mert hát észrevettem ezt is, meg azt is, és megmertem mondani a véleményemet, ugye? Amikor kijött a Tomi, én ott voltam, amikor bejelentette a Merrót. Tóth József, a Hungária egykori dobosa. Itt fog maradni, hát ott óriási balé volt, ott az Adam és Anna és mindenki, teljesen ki voltak bukvált, pláne a Laux. Még kezelésre is szorult, orvosi kezelésre, annyira rosszul lett. Igen, hát képzeld el, hát én mondtam neki, mondom, Tomikán, ne maradj kint, mert mondom, egy ilyen szupergrupa játszol, akkor nem éri meg az egész. Azt mondja, mondta ezt egy olyan ember, aki kimaradt. Aki én kimaradtam, hát én a Szamár lépcsőn kezdtem mászni fölfelé. Ő meg egy ilyen szupergruppa kint van Amerikában, ahol a Rainbow-ba játszottak, ahol a Beatles is játszott. Na, mondom, hát ez egy nagy baranság. Azt mondja, nem érdekel. Most haza kell jönni, és utána, mit tudom, el kell menni nyírmadára megint haknézni. Azt mondja, azt nem bírom. Azt mondja, ezt a körzetet szeretem, és kész. Sokan engem okolnak azért, hogy én miattam maradt kint, meg hogy én csaltam ki. Nem csaltam ki, hát ők jöttek oda Amerikába. Nem én hívtam őket ki. Hát Amerikában 13-14 éves gyerekek úgy gitároznak, mint 5-ször a Bartha abban az időben. Hát ott nincs esély rá. Úgy tudom, hogy itt komoly hatást gyakorolt Barthára egy nő, a Carol, aki a Jimmy Miller producer, Rolling Stones producernek így volt van. A titkárnője, aki a Lokomotív GT kinti lemezén is ugye a fő ember volt. Így van. Mit tud erről a kapcsolatról, ez hogy jött létre? A kapcsolat úgy jött össze, hogy amikor kim voltak az LGT, akkor ő volt a... Carol volt a... Hát aki mindent, papírmunkát, mindent ilyet intézett. A Bartha azért tudott kimaradni, mert elvette feleségül. És akkor ugye automatikusan aztán kint tudott maradni Amerikába. Milyen volt az a Carol, tehát önnek mennyire, milyen benyomást gyakorolt önre? Nem volt egy... szexszimból. Egy jó fej nő volt, aki füvezett. Jól megvolt, aki... Lájtosan füvezett? Lájtosan, igen.
Aztán a Tomi is így került bele ebbe az egész fű dologba, aztán kezdett belemenni a kókba. Hát ez lett szerintem a vége. És a kezdeti időkben, az első években Barta miből élt? Valami kamponinál dolgozott, ahol telefonálni kellett. Ő telefonálgatott? Ő is telefonálgatott, igen. Különböző steakhouse-okban játszott, különböző alkalmi zenekarokkal. Ez így van, így van. Country zenekarban játszott. Én is voltam vele, hát Las Vegasban is ilyen játszott, meg Hollywoodban, meg minden. De nagyon sok zenekarban játszott. Egy baj volt, neki volt egy magyar accentje, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Magyar akcentusa. Magyar akcentusa volt neki. Nagyon jó gitározott, de hát nem tudott nagyon énekelni, azért nem volt rossz hangja, de hát ott ezekben a bandákban aztán embertelen zenék voltak, meg embertelen énekesek, úgyhogy ő csak egy gitáros volt. És hát aztán nem jött be neki, és akkor ment aztán el ebbe a bizonyos telefonos üzletbe. A kalóz volt, hogy kerjed be, leárt a jegye, átellenben terült el születési helyen. Fokszöt szól a kocsmábulnak a szombat délután, ott táncol vagy húz bácsizma és a pokhalá. Barta Presser, visszamegyek a falumba. Hát egyet mondok neked. Meg említetted nekem azt a dolgot, hogy valaki ajánlotta, hogy miért nem mész férhez? Miért nem választasz magadnak egy társat, vagy valami? Tudom, hogy ez egy nagyon kényes dolog, de anyukám, azt mondom neked, hogy gondolkozzál, most 50-55 éves vagy körülbelül, tehát ami azt jelenti, hogy nem vagy öreg. Még van egy jó pár év előtted. Most azt tedd föl magadnak ezt a kérdést. Hogy akarsz élni az elkövetkezendő 10-20 évben? Így, ahogy most, hogy tulajdonképpen magadnak sem mondsz igazat, és amit a legbelül érzel a szíved mélyén, azt nem tudod egyszerűen megvalósítani, mert egyszerűen vagy nincs erőd hozzá, vagy pedig lefoglalnak olyan buta és egy rossz életfelfogás, érted, hogy a más embereknek a véleménye érdekel, ahelyett, hogy megpróbálnád magadat boldoggá tenni. Apukám, ezt egyszer is mindenkorra meg kell értened. Én egy új életet kezdeni már nem tudok, én arra képtelen vagyok, érted? Én képtelen vagyok már arra. Na most a Bálinték próbáltak nekem bemutatni. Bemutattak nekem, hát ez nézd, nem titok, nincs ebbe semmi. Egy ezredest, egy rendkívül jó megjelenésű, egy hasonló típusú, mint az apu, magas, csak karcsúbb, egy fehérhajú aranykerete. Szóval mindegy, egy nagyon jó megjelenés, egy nagyon kulturált ember. Hát szóval nem régen halt meg a felesége, de ez a második felesége volt. Ő is mondta nekem, Editke, gondolkozzon. Nem mindegy magának így az életét leélni. És azt mondtam neki, nézze Kovács Jártás, ha a sors ezt így rám érte, én ezt így el fogom viselni az én számomra, hogy olyan, hogy élettárs, vagy férj, vagy mit tudom én, ehhez hasonló, az én részemre meg olyan nem létezik. Milyen következményei lettek ennek a Bartaféle kintmaradásnak? Tehát az LGT-t érte valamiféle szankció emiatt? Nem, igaziban nagyon érdekes a dolog. Kaptunk egy behívót a minisztériumban, ahol egy retteget név állt a papír alján, Barnáné. Ez egy olyan név volt, amitől úgy az embernek félnie kellett, mert ez egy ilyen nagyhatalmú embert sejtetett, és hogy valami iszonyú szigorú, és hát jó, mit akaratnak tőlünk? Hát nem én diszidáltam, hát most mi rajtunk mégsem lehet leverni azt, hogy egy negyedik saját útlevéllel rendelkező, saját szavazati jogú, vagy már nem, állampolgár megpattan.
és bementünk, és baromira föl voltunk készülve, hogy üvöltözni fognak velünk, és eljött, ott várt egy roppant kedves idős hölgy, aki érdeklődött a komoly zenei tanulmányaimról, nem? És azt mondta, hogy hát ők arra gondoltak, hogy most nem lenne jó, hogyha a sajtó széttaposna minket, mert azért volt egy-két ilyen mozzanat, bár én megmondom őszintén, akkor se túl sokat olvastam el, és hogy a magyarul el kéne ezt egy kicsikét bagatelizálni, vagy el kéne tusolni, és hogy is mondtuk, hogy nekünk sok esélyünk nincs se erre, se arra, mert hogyha nem lép közbe senki, akkor 3 nap múlva megyünk Lengyelországba egy hónapos turnéra, nekünk már van gitárosunk, hát ő nem volt velünk, csak 3-an voltunk, az Adam is, a Laux meg én, és akkor én nagyon kedvesen elengedett minket, és hát tulajdonképpen azt sugallta, hogy ha mi nem próbálunk meg hősködni, akkor ők nem fognak minket segbe rúgni. A könyvben azt olvastam, hogy a Boom lemezt emiatt kicsit félretették. A Boom lemezt azt félretették, mert az, hát azért nem arról szólt a történet, hogy most akkor mi állandó útlevelet kapunk, és hogy simogatni fogják a hátunkat. Hát magyarul itt egy ilyen hegemónia harcról volt szó, az Interkoncert természetesen javasolta a letiltásunkat, és a minisztérium meg úgy látta jónak magasabb politikai ötletből, hogy nem csinálnak belőlünk hőst. Tehát magyarul, hogy nem hagyják. És éppen ezért ők, hát ugye elsöpörték azt, hogy mit szeretne az Interkoncert igazgatója. Ők azt mondták, hogy uraim, nem lesznek maguk letiltva, nem lesznek hősök se, csinálják a dolgukat, és próbáljanak meg minél kevesebbet beszélni erről a dologról. A szakmai része rettenetesen örült, hogy bajba vagyunk, hiszen konkurencia voltunk. A káröröm az nálunk egy eléggé, az egy létforma ebben a régiójában Európának, úgyhogy elmentünk a túróba Lengyelországba, és hajrá, nyomtuk. Aztán egy idő után már mindegy volt. Vettünk egy csodálatos biliárdasztalt, hát ez egy óriási vétel volt, ez egy 2000 dolláros asztal, ami otthon 60 ezer forintba kerül, képzeld el, egy kézzel csinált valódi bőr, tokok vannak rajta, meg csuda, az egész asztal, és 350 dollárért megkaptuk. A Carolnak egy ismerőse, egy nagyon gazdag ügyvéd visszaköltözött New Yorkba, és itt hagyta az asztalt, és nagyon olcsón eladta. Úgyhogy hát most éjjel-nappal játszunk, jönnek fel a srácok, zenészek, meg mindenki, úgyhogy óriási biliárdozás megy. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor puszillak. Mit mondjak neked? Ebből 15 millió legalább. Itt most egy picit gitározom neked, amit a klubba vettünk föl. Itt megint szevasz, szevasz, puszi. From my stag and my smoke's going black as gold. Well, my hometown is coming inside. You think I'm having your ride? 6 days on the road, tomorrow I'll bring you home tonight. 6 days on the road, and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road, and I'm gonna make it home tonight. Mester Sándor újságíró könyvet készül írni Barta Tamás életéről. Most Barta édesanyjának második házasságáról beszél. Megtörtént a disszidálás, tehát Tamás kimaradt, akkor az itt maradt Edith néni rendkívül egyedül érezte magát érthető módon, és érdekes, hogy maga Tamás kezdte rábeszélni arra, hogy találjon magának társat. És hát az élet különös véletlenje folytán Edith néni talált magának egy társat. Ahhoz ment férjül, aki segített neki az amerikai vízumot és az útlevelet megszerezni. Magyarul, aki ilyenben tud segíteni, az annak bizony vannak BMS kapcsolatai. Egészen pontosan rendőr volt az az úr, akihez később hozzáment, és Tamás egyébként, nem tudom, hogy tudta, hogy rendőrről van szó, de nagyon üdvözölte ezt a dolgot, és
Hát Edith néni ezzel a férfivel érte le életének egy nagyobb darabját, azzal a apró problémával, hogy ismét megözvegyült halála előtt, mert ez a férje is elhunyt, mielőtt ő eltávozott volna. Olyannyira megbecsült tagja volt a rendőrségnek, hogy saját fegyverrel rendelkezett egészen a haláláig 2000-ig. Tomikám, forró szeretettel üdvözöllek téged és Kerolt innen Budapestről, anyu és Laci bácsi. Végtelenül örültem, meghallgattuk a Kerollal, hát amennyit a Kerol megért belőle, én lefordítottam a legfontosabb részeket, és annak még jobban örültem, anyukám, hogy mintha egy egészen más ember beszélt volna hozzám, mint a legutoljára, amikor találkoztunk, vagy a legutóbbi leveleidből, amit ki tudtam venni, és hát valószínű, hogy ez a Laci bácsinak is nagyba köszönhető, és a hangja után ítélve nagyon szeretnék vele találkozni. Nem haragszol, hogyha tegezlek, remélem, és hát nem tudom, hogy mikor fog erre sor kerülni, de remélem hamarosan. Most már állampolgár vagyok, úgyhogy én is valószínű hazamehetek, és hát láthatjuk egymást, vagy Nyugat-Európában, vagy ti jöttök ki, meg lehet oldani valószínű a következő évben. Hallom, hogy mentek Romániába, hát ezt el nem tudom mondani, hogy mennyire örültem, amikor meghalottam. Hát anyukám, jobb később, mint soha megtudni, hogy mi van a teljes kanán kívül. 30 évig csak az volt, és csak gyűjtés volt, életre nem volt idő. Balta, Adam is kakukkos karóra. Egy kakukkos karóra vett fel a mában. Reggel ezzel ébresztem, este vitte az ágyba. Percek alatt kipurgtam, ájultam és kábultam. Végül a belügyminiszter személyesen döntött arról, hogy Edith néni megkaphassa az útlevelét, és azzal ugye vízumot szerezhetett Amerikába. Mit el tudni erről az utazásról, hogy Edith néni hogy érezte itt magát odakint? Amikor Edith néni hazajött, akkor azt mondta, hogy ő soha többé nem fogja látni a fiát. És egyébként vélhető, sok másoktól származó levélből kitűnik, hogy az ott töltött ideje nem volt felhőtlen a fiával, nem mindenkivel volt jó viszonyban. Edith néni hajlamos volt gyorsan és durván ítélni meg embereket, és gondolom, hogy ez különösen nem Amerikában és különösen nem a magyar kolóniában nyeri el a jelenlévők és az ott lévők tetszését. Miközben képek maradtak fönt, ahol boldogan néznek bele a kamerába, azt gondolom, hogy ez egy nagy megpróbáltatás lehetett mindannyiuk számára. Érthető módon 3 év után látja viszont valaki a gyerekét egy által ismeretlen asszonnyal, idegen környezetben, és azzal is tisztában van, hogy a fia nem fog visszajönni, és ha ő visszajön, akkor egyhamar nem fog újra kimenni. Tehát ez egy hihetetlen pszichés szituáció lehetett, amit valószínűleg egyik sem viselt jól. Miközben Tamás az egyik üzenetében a kazettán azt mondja, hogy gyere ki, és akkor megbeszélünk mindent, azokat is, amiket még soha nem beszéltünk meg. Én szinte biztosra veszem, hogy erre soha nem adódott alkalom. Egyet tudok mondani neked, anyukám, hogy mióta elmentél, azóta nem vitatkoztunk, meg azelőtt se. És most már 5 éve együtt vagyunk, és szeretném, hogyha örülnél annak, hogy mi így együtt vagyunk. Majdnem elfelejtettem a legfontosabbat a számodra. Hallod ezt a zacskót? És zacskót törgés. Ebben a zacskóban mindenféle amerikai szappan, és mindenféle hülyeségek, úgy, ahogy, pontosan úgy, ahogy a Laci bácsi lefestette, csak azért küldöm ezeket a dolgokat, mert tudom, hogy szükséged van rá. Azon kívül, Laci bátyám, neked küldök
ilyen zsillettpengéket, hát ha megfelelő, akkor én még küldök majd többet, de ezt használom én is. Ezt lehet kétszer-háromszor használni, és utána el kell dobni, és küldök ilyen borotva habot is, meg ezt a műcukort, vagy mi a fene ez. Meg nem tudom, mit rakott itt be a Carol, ilyen kenőcsöket, meg rúst, meg mi az Isten nyilát. Majd te meglátod. Úgyhogy most elbúcsúzunk, és még egyszer. Puszi, puszi, puszi. Puszi, szevasz! Szevasztok! Amikor Barta Tamás édesanyja végül kiutazott Tamáshoz, akkor önök találkoztak? Találkoztunk, persze. Mit tapasztalt, milyen volt ez a találkozó Barta és édesanyja között? Hát nem volt túl jó. Mondta, hogy most miért jöttél ide ki Amerikába, miért maradtál kint, miért hagytál itt engem. Elégedetlen volt mindennel, hogy hol lakott a Barta, meg mit csinál, meg... Kettő között nem volt túl jó viszony, soha életbe. Itthon is ismertem a mamáját neki. Én ugyanott dolgozom a Csabáéknál, nagyon jó minden. Egy saját kis vállalatom van a vállalaton belül. És hát, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy fele annyit kell dolgoznom és kétszer annyit keresek, ami nem egy hátrány, mert sok minden másról van időm. És ami az utóbbi év legnagyobb eseménye volt, hát a házikó. Hát egy fantasztikus vételt csináltam anyukám, nem tudom elmondani neked, hogy milyen szerencsém volt, mert abban az időben fogalmam se volt, hogy mit csinálok tulajdonképpen, csak azt tudtam, hogy ki akartak rúgni a Vistáról. Hát emlékszel a Vistára. Pali eladta a házat, a tulajdonos, és mindegy, az itteni törvények olyanok, hogy ilyenkor el kell költözni, és vagy keresni kell egy másik lakást. Na most gondoltam arra, hogy ha elmegyünk kivenni egy másik apartmentet, ott az csak egy kidobott pénz az ablakon, úgyhogy elhatároztuk, hogy hatodik haszakat veszünk egy házat, úgyhogy rettenetes nagy szerencsénk volt, én közelebb akartam Hollywoodhoz, de most már egyáltalán nem bánom. Ez körülbelül 15 percre van Hollywoodtól ez a ház, és az itteni árakhoz viszonyítva tényleg egy fantasztikus dolog. Na, mindenki el van ragadtatva, mindenki beszél róla, és csak azért mondom, hogy örüljél. Rengeteg parti volt már itt, mindenki volt itt, magyaroktól, amerikaiaktól kezdve, nagyon tetszett mindenkinek. Barta Adamis, cirkusz. Milyen anyagi körülmények, milyen egzisztenciális körülmények között élt Barta Amerikában? Barta szépen összeszedte magát, ügyesen csinálta a dolgokat, vett kint egy házat, mondom, körülbelül 50 kilométerrel Hollywoodtól, és hát egy uszoda medencéje volt neki, egy nagyon szép kis házat megcsinált, úgyhogy nem élt rosszul. Én szerintem ezt tette tönkre ez az egész kokain. Beszélte önnek a zenei elképzeléséről, vagy arról, hogy mennyire tudja, vagy nem tudja megvalósítani ezeket odakint? Hát egy darabig próbálta csinálni, és utána látta, hogy nem megy, tehát másból kell megélni. És akkor kezdte ezt a telefonos üzletet csinálni. Most pedig a Los Angeles-i rádióból közlök egy-két szemelvényt. Clear
couldn't understand my reckless haste. Herskovics Iván újságíró édesapja, Herskovics Pál 1979-ben Los Angelesben járt. Minden bizonnyal ő készítette az utolsó Bartha Tamás interjút. Úgy tudom, nagyon érdekes ennek az interjúnak a keletkezése. Hogy született az interjú, és miért Herskovics Pál ment ki a fia Herskovics Iván helyett Amerikába? Hát Herskovics Pál azért ment ki, mert ő Amerikába ment egy hivatalos útra. Na most ez azért érdekes csak ebből a szempontból, mert Amerika akkor szerintem még emberek, akik akkoriban fiatalok voltak, vagy éltek, tudatában is el kell ezt azért tisztázni, ez egy másik bolygó volt. Tehát ha valaki azzal hazajön, és azt mondja a gimnazista gyerekének, hogy holnap megyek Amerikába, az egy fantasztikus dolog volt. Pláne akkor, hogyha azt mondja, hogy Los Angelesbe megyek, és pláne akkor, hogyha az a rajongó valaki, tizenéves, az akkor döbben rá, hogy Magyarországon volt egy Bartha Tamás, aki eltűnt Magyarországról, szóval kiradírozódott. Bartha Tamás kikerült az univerzumból. Az egész dolgot ezt a papám nekem csinálta, hogy legyen egy Bartha, a fiának, aki Bartha Tamás rajong egy interjú. Jó, szóval ezt kértem föl Amerikába, csinálj nekem egy interjút. Ajándékként? Igen, igen. És akkor papám kiment, akkor a Bartával megbeszélték, hogy találkoznak valahol, ahol a Barta lakik, azon a környéken. A Los Angeles-i kaliforniai magyar körökben voltak ilyen hierarchiák, ahol a Bartát például a jó szituált kaliforniai magyarok, akik integrálódtak, lenézték és nem vették emberszámba. Tehát a Bart egy ilyen second rate Hungarian, másodrangú magyar volt. Na a lényeg az, hogy beszélgettek, játszott is nekem egy pár percet gitáron a Barta, meg még egy személyes szót is mondott a Magnóra, és ezzel elváltak. Találkoztam emberekkel, itt Amerikában úgy van, hogy eljár az ember partikra, és akkor találkozik ezzel, avval, bemutatják, és akkor a telefonszámot elveszik, és elkezdtem játszani egy klubba, ahol nagyon-nagyon szerencsésen alakult a dolog, mert az első klubba, ahol elkezdtem játszani, egy olyan klub volt, ami tulajdonképpen egy ilyen steakhouse, egy ilyen étterem bárral egybekütött klub volt, de egy nagyon jó hangulatos hely volt, szóval a Johnny Rivers, Leon Russell, Beach Boys, csak lejárt erre a helyre, nekik ez volt az úgynevezett hangout. Uh-huh. Egy zenekar, egy ilyen country rock banddel játszottam ott, és először nagyon furcsálották, hogy ki ez az ember, honnan van, are you Hungarian, or are you hungry? De aztán kaptam egy-két komplimentet, ahogy mondják, egy bókot, nem is gondolták, hogy Magyarországról valaki így játsza a blues vagy rock and roll. Úgyhogy ezen az úton indult el tulajdonképpen a karrierem Amerikában. Itt maradok a városban, nem kell utazni annyit. Nagyon sokat utaztam, majdnem a házasságom is elromlott emiatt. Úgyhogy mostan tulajdonképpen egy stúdiózenész vagyok. Itt nincsenek rádiófelvételek, csak lemezfelvételek vannak, és az úgynevezett commercialök, hirdetések, amikre általában nagyon jó zenészek játsszák fel, amiket hallasz itt a televízióban, hogy hirdetnek egy fogpasztát. Mondjuk ez egy nagyon-nagyon extrém példa, de anyagilag ez rettenetesen jól fizet. Egy másik formája a stúdiózenés, amit én többet csinálok, hogy énekeseknek játszik az ember albumokra. Saját lemezem nekem még nem jelent meg. Az nem valószínű, hogy meg fog jelenni, mert én énekelni annyira sajnos nem tudok. Johnny Riversnek 3 lemezén játszottam. Aretha Franklinnek 1 lemezén, 1 számon játszottam, amit nagyon büszke vagyok, mert egy olyan énekes, akire én nagyon-nagyon fölnézek, és fölnéztem. És stúdiózenész az azt jelenti, hogy mindenfajta zenét kell tudni játszani. Country zene, rhythm and blues, rock and roll, or soul, or disco, whatever it is. Oh, I love to play one style, that's rock and roll. London 1973, Lokomotív GT lemez felvétel, Szeres nagyon, angol nyelvű változat.
az biztos, hogy én utána néztem lemezeken, lemezkatalógusokban, interneten, minden helyen, amire elképzelhető. Azok után, a zenészek után, akikről azt állította, hogy dolgozott velük. Tehát Aretha Franklin, Elvis Wilson. Mi derült ki? Semmi. Sehol. Az a név, hogy Barta Tamás sehol. Na most én úgy is utána néztem, mert küldött nekem a Barta egy pár fényképet magáról. Úgy is utána néztem, hogy Tommy Barty, ugyanis az volt a fényképre aláírásnak írva, nem Barta Tamás, Tommy Barty Y-nal. Azzal sem volt semmi. A mamájához elmentem, és akkor beszélgettünk. Amire kifejezetten emlékszem, nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy amikor kim voltam a Tominál, akkor voltunk egy tévéműsor felvételén, ahol a Tommy gitározott a Johnny Rivers-nél, és fehér öltönyben volt, hófehérben, és elkezdett sírni a fellépés alatt, és a műsorvezető oda ment hozzá, hogy hát ön miért sír, és akkor azt mondta a műsorvezetőnek a Barta, itt van az édesanyám is, nagyon meg vagyok hatódva. Még egyszer volt a Barta mamájával egy telefonbeszélgetésem, 79-ben volt ez is, röviddel ezután, nyáron, gyakorlatilag akkor nyáron járt le a Barta disszidálásának az 5 éves utó, nem is tudom, minek, periódusa, amikor a... Le volt tiltva? Amikor le volt tiltva, nem lehetett játszani, és akkor visszakerültek a nótái a szerkesztésbe itt a rádióba valószínűleg, mert egyszer csak 79 valamikor egy nyarán reggel a Kossuth Rádió reggeli műsorában megszólalt egy Barta szám. És én felhívtam a mamáját, hogy játsszák a Barta egyik számát. Hát pont akkor dolgoztam, amikor a Carol mamájáék itt voltak, és hát ugye az is lelkileg nagyon megviselt engem ez az egész história, érted, ugye, mert hát nem is azzal a vonattal jöttek, érted, még mintha sugalta volna belém valaki, hogy na hát előbb menjek ki a vasúthoz, és maga az egész tény, érted, hogy nem is tudtam velük beszélni, és valahogy szóval nem így képzeltem el az egészet, ahogy volt, tudod, mert valahogy Tomi, én nekem egy csomó pénzembe került, érted? Én ebből a pénzből festetni akartam, én a legdrágább helyre vittem őket, taxival, mindenhova. Előre megrendeltem az asztalt, hogy még állni se kelljen, te. És akkor annyit nem ítéltek, hogy angolul írtak volna egy lapot. Na hát, megköszönöm, hogy jól éreztem magamat itt, érted? A másik pedig, hogy eljöttek anélkül, hogy nekem még egy forint értékét hoztak volna, szóval, és én akkor összevásároltam. Hát a lényegében én nekem az ajándék, ami az én részemre jött, még 200 forintot se tett ki magyar forintba, ez volt, fiam. Az, hogy nekem 12 év után, tudod, valószínűleg le kell mondanom a zenéről, legalábbis arról, hogy ebből fogok megélni hosszú távon, ez egy kicsit mély anyám neked, valószínű, mély a te lelki világodnak, de valószínű föl sem tudod fogni, hogy ez mit jelent nekem. Ez az a dolog, amiért éltem, tudod, ez az, ami éltetett, és most valahogy úgy érzem, hogy egyszerűen nincs életcélom. Mi legyen az életcélom, amikor nem tudok abból élni, nem tudok abból megélni, nem tudom azt csinálni, amit szerettem, amit imádtam, tudod? Mindenkinek kell, hogy valami legyen az életében, ami hajtja előre, tudod? Ami valami kis cél, amiért él az ember, és hogyha az nincsen meg, akkor nagy gáz van, tudod? És most úgy érzem, hogy nincsen nagyon meg, mert te nagyon-nagyon távol vagy tőlem. Nagyon-nagyon távol vagyunk egymástól, anyám. Nagyon távol vagyunk gondolkodásba, mentalitásba, mindenbe. Én azt hiszem, hogy egy kicsit mélyebben érzek, mint te. Tudom, hogy ez a világ, ez nem a mély értésű emberekre épült, de én ilyen vagyok, tudod? És az én problémáimban egyedül a Carol van mellettem, mert én tőled csak idáig negatívumokat, egy segítő pozitív szót nem kaptam, csak negatív, de majd erről később. Elmegyek, messze megyek, kék a szönyel vitte a szívemet. Nem maradt utána más, csak egy dal, nem maradt utána, hó, más, csak egy dal. Presser Adam is, kék asszony.
kék volt és beszélt velem. Tudta, hogy nem látom többé sosem. Tudta, hogy nem látom többé sosem. Kék volt az eső bennék, elfordította már gyorsan fejét. Elvette arcát és elment hamar, nem maradt utána, hó, más csak egy dal. Jönne egy asszony, ki engem keres, mondjátok meg, hogy a szívem üres. Magányból születhettem még egy dal, magányból születhetom, lát még egy dal. Mennyire volt szoros a kapcsolatunk? Szoros volt nagyon a kapcsolatunk, de aztán az utolsó, itt a 6 hónapban, amikor már nagyon elkezdett port szívni, és egy másik hölgyel élt együtt, akkor elvált a feleségétől. Az, hogy a Carolt ott hagyta, és egy újabb barátnő vagy feleség tűnt fel az életében annak? Nem feleség volt, az csak egy barátnő. Ez egy szebb lány volt, fiatalabb volt, hát ő is szerette ezeket a cuccokat. Ők aztán ebbe belementek nagyon keményen. 1982. február 16-án Barta Tamást Los Angeles-i lakásán holtan találták. A Los Angeles Police Department nem tudta kideríteni, hogy mi történt. Fölhívtak és rögtön oda mentem kocsival. Hát kb. 50 km-re lakott Hollywoodtól, neki volt egy háza kint. És hát pont akkor hozták ki, hát szóval szörnyű érzés volt. Nekem egy nagyon jó barátom lakott ott nála, éppen akkor már nem volt neki lakása, és a Bartáiknál laktak, és akkor ő ment haza, és egyszerűen az üvegasztalon fekve találta meg a Tomit. Hát az, hogy két lövedék a fejébe, meg egy a falba, az szerintem az lehetett, hogy tartozott ő pénzzel ezeknek, akik vette a cuccot, és akkor egyszer felszólítanak, kétszer felszólítanak, harmadszorra. Nem számít, hogy mennyivel tartozok, kész, vége. Aztán utána fölhívtuk a feleségét, mert jóban voltam a volt feleségével. Persze abban a pillanatban odajött ő is. Elmentünk a bankba, volt neki kártyája, kreditkártyája, és azon rajta volt, hogy előtte lévő nap vett 100 darab 10 mg-os váliumot. A válium az egy ilyen nyugtató, meg altató. És akkor plusz még rajta volt egy üveg kurva szíj konyak. Hogy ezt miért csinálta, hogy öngyilkos akart lenni, vagy félt, hogy jönnek a behajtók, nem tudom. Miért kezdett el foglalkozni Barta Tamással? Dezső András, a hvg.hu munkatársa. Én elsősorban a Los Angeles-i magyar maffiáról kezdtem el anyagot gyűjteni, idestova 3 éve. A szervezett bűnözés kialakulása érdekelt Magyarországon, és a 90-es évek robbantásos merényleteinek szereplői áldozatai nagyon gyakran kaliforniai múlttal rendelkeztek. Kaliforniából jöttek haza az egy a rendszerváltás után, és engem elsősorban az érdekelt, hogy mit kerestek Los Angelesben, illetve hogy pontosan mi volt ott Los Angelesben, amit magyar maffiának neveztek. Mivel időközben felmerült olyan információ, hogy Barta Tamás halálának valamilyen köze van a kaliforniai magyar maffiához, ezért kezdtem el foglalkozni ezzel is, de ezzel csak érintőlegesen. Tehát ez, akiről beszélünk, ez a úgynevezett papírmaffia. Amiért papírmaffiának nevezték el ezt a csoportot, az volt, hogy 50-es évek, 60-as években Amerikába disszidált magyarok, hogy pénzhez jussanak, azt csinálták, hogy megkeresték mondjuk egy kaliforniai vállalatnak a beszerzésért felelős munkatársát, adtak neki pénzt vagy egy sportautót, cserébe azt kérték tőle, hogy tőlük rendelje meg az irodaszereket. Egy részét leszállították az irodaszereknek, de csak egy részét, a többi részét nem, viszont a pénzt megkapták érte, tehát leszámláztak.
És volt olyan lista, ugye, ami Barta halála kapcsán is felmerült, hogy egy lista miatt tölték meg, egy címlista miatt, a Magyar Mafia foglalkozott biztosítási csalásokkal. Barta halálánál is felmerült, hogy biztosítási csalás volt. Ugye ezért készült két halotti bizonyítvány, mert felmerült, hogy itt valamiféle sumákság volt halálával kapcsolatban. Ez azért figyelemre méltó, mert ez módszere volt a Magyar Mafiának, tehát rengeteg biztosítási csalást követtek el. Ahol bizonyosan dolgozott Barta Tamás, a halálát megelőzően is, az egy Simon Csaba nevű úriembernek a vállalkozása. Simon Csaba 1967-ben szökött meg Magyarországról, a magyar rendőrség felelősségre akart volna. Barta Tamás nem tartozott úgy a maffiába, hogy őt nyilván tartották volna, mint maffiózó. Tehát Barta Tamás szerintem nem volt maffiózó, ő belekeveredett ebbe a társaságba. Megkaptam mindkét halotti jelentést, az elég furcsa, hogy történik egy gyilkosság, és van egymásnak két homlok egyenest ellentmondó kivonat. Az egyik azt mondja, hogy öngyilkosság történt, másik azt mondja, hogy megölték. Én biztos vagyok benne, hogy nem öngyilkos volt, hanem megölték. Beszéltem rendőrökkel, Los Angeles-iekkel. Én azt az információt kaptam, hogy rajta kívül még valakit meggyilkoltak, és hogy... Vele egy időben? Vele egy időben, igen. Biztos vagyok benne, hogy Barta Tamás meggyilkolták. Két golyót kapott, nem hiszem, hogy valaki úgy lesz öngyilkos, hogy kétszer lövi le magát. Rendőrökkel, amikor beszéltem erről, ők is ezt a verziót erősítették meg. Barta bárzene. Hogyha az ember a jelen nézi, vagy a jövőt nézi, hogy mi lesz, és nem hogy a múltat, hogy miért nem csinálta azt, mert ezt a legkönnyebb mondani, és ez nagyon-nagyon primitív és buta gondolkodásmód. A múltban gondolkodni, és a múltat idézni, hogy miért nem csináltam azt, miért nem csináltam ezt. Ez undorító. Nagyon undorító. Hogyan értesítél Barta Tamás haláláról? Egy embertelen, undorító szállodában laktunk, egy bulgár kisvárosban, nem emlékszem a nevére, és éjjel, mit tudom én, 2:30 volt, amikor hallottam, hogy kocorásznak az ajtónál, és fönn voltam, olvastam, és kiszóltam, hogy mi van, vagy van, és a somló jött be, és azt mondta, hogy te, most mondta a Léna, hogy megölték a Bartát Amerikában. És mondtam, hogy azt mondom, ezt honnan veszi? Azt mondja, bemondta a Magyar Televízió híradó. Mondom, tutira nem igaz. De hát azt mondja, bemondta a híradó. Hát mondom, nem hiszem. Akkor megpróbáltam én is hazatelefonálni. De nekem nem sikerült, hát azért volt az éjjel kettőkor, mert itt éjféltől 2 órát tartottam, még sikerült valahogy elintézzel egy vonalat szerezni, hogy Bulgáriából Budapestre telefonáljon a Somló. És akkor hát kiderült, hogy de bizony sajnos igaz. Simonyi András, hazánk egykori washingtoni nagykövete. Tudom, hogy el akarták kerülni, hogy a biztosítást kifizessék.
Egyesek, én hagyna menjek ebbe bele. Tehát abból a szempontból a dráma még drámaibbá vált, hogy utána aztán ez ilyen fordulatot vett. De nem akarok a részletekbe menni, mert akkor nem lehet megállni. Hát én egy-két dolgot tudok. Én úgy tudom, hogy Edith Mini például megkereste önt Bartha Tamás halála után a biztosítással kapcsolatban. Ezt jól tudom, hogy kérte az ön segítségét? Igen, és aztán azt tudom mondani, hogy én kértem az Edith Ninitől, hogy küldjön meg nekem minden papírt, amit meg tudott küldni, és aztán nem került rá sor. Pedig én tényleg nagykövetként mindent megmozgattam volna. Szóval ennyi jár. Ennyi jár a Bartának. De hát aztán ez lefékeződött, és ez a megszakadt a kapcsolat, engem aztán elvitt az élet. Elég sűrű volt ez az Amerika nekem. Hát, ha jól tudom, akkor az édesanyja, akinek járt volna az életbiztosítási összeg, ehhez nem jutott hozzá, és lehetséges, hogy valamiféle biztosítási csalás következtében olyan emberek vették föl, akik rossz szándékkal közeledtek Bartha Tamáshoz? Ebben én nem tudok belemenni, tehát ezt nem ismerem, de ilyen hosszú idő távlatában, hogy ezt újra rendezni, erre ezt mondtam is neki, erre nagyon kis esélyt láttam. Tehát ugye mikor kezdeményezte önnél ezt az akciót? 2 évvel ezelőtt, az már nagyon késő volt. Ön szerint miért kellett meghalni a Bartha Tamásnak? Itt több variáció van, az egyik, hogy ugye kábítószeres ügyekbe keveredett, a másik, hogy a Los Angeles-i papírmafia találta meg, tehát mindenképpen valamiféle helyi magyar bűnözői kör. Maradjunk abban, hogy a Tomi borzasztó naív volt. Ennyi. Többet nem akar, vagy nem mondhat, vagy nem tud mondani, vagy nem akar mondani? Többet nem akarok mondani. Tudom, hogy te kb. 2 éve jártál az édesanyjánál, és megvetted azt a gitárt, ami Bartha Tamásé volt. Igen. Miért vetted meg? Hát azért, mert azt szerettem volna, hogyha ez mi nálunk van. Azzal a gitárral nagyon sokat játszott, és én úgy gondoltam, hogy ennek az LGT archívumában kell lennie. Meg hát az anyukája sokszor kért meg, hogy így úgy segítsek. És aztán egyszer csak kiderült, hogy a gitár hazaért, valaki hazahozta. És azért ez engem erősen szíven ütött, mert a gitáron ott volt a fogantyúján az a repülőtéri szalag, amit rátesznek a csomagokra. És ezen rajta volt a kézipodgyás csomag a frankfurti repülőtérről, a mai napig megvolt. Ott volt rajta. Nyilván másik tokban használta a Tomikint, meg rárakatott egy speciális úgynevezett hányújtót, amúgy pedig hát az a gitár. Lehet, hogy ez a kazetta az utolsó küldemény, amit a utolsó hír, amit rólam kaptál, a következő levelettől vagy kazettától teszem függővé. Arról lemondtam, hogy én téged egyszer is meg foglak vigasztalni, mert te nem szorulsz vigasztalásra. A saját fejeden kell dolgozni, tudod? Azon kell dolgozni, hogy a gondolkodásodat kelljen megváltoztatni, érted? Mert te nagyon szereted magad sajnáltatni, emberektől, nagyon szereted, hogyha vigasztalnak, tudod? Hogyha nem tudod elfogadni, akkor sírjál, de sírjál valaki másnak, és csináld ugyanazokat a dolgokat, vegyél barátokat pénzért, és hát, hogyha hallgatnak majd 1-2 hétig, amíg síránkozol, utána
Utána persze, hogy úgy fogod érezni, hogy kihasználnak, ki akarnak használni, mert senki se kíváncsi arra, hogy állandóan negatívumokat valakinek állandóan lehúzzák a hangulatát. Amikor tudják, hogy az a személy jön, akkor azt már úgy várják. Nem gondoltál még erre, hogy talán hogy várnak téged, amikor már te oda fölmész? Te mit fogsz mondani? Te fogod mondani, hogy a fiad diszidált, a férjed. Ők ugyanazt hallják tőled állandóan. El kell mondjam, ami nagyon-nagyon bánt, és nagyon-nagyon rosszul gondolkodol. Ott hagyod a jogdíjamat veszni, amiről tudom, hogy meg lehetne szerezni, mert most röviden egy példa, itt van egy két vagy három zeneszerző, akit ismerek, aki a 60-as évek elején disszidált, és zeneszerzők is otthon megkapják a jogdíjat, ők már hazamehetnek, és fölveszik otthon, le van téve, letétben van a jogdíj, és ők fölvesznek egy összeget, amikor hazamennek. Ott hagyod veszni azt a pénzt, de te panaszkodsz nekem, hogy te nagyon rosszul élsz, és nincsen elég pénzed, és már majdnem nyomorogsz, és már minden spórolt pénz elment. Szóval nem is akarok kitérni erre, mert egyszerűen fölfor a vérem, amikor ezt hallom, és itt akarlak nyomatékosan megkérni arra, hogy a 60 ezer forintból, ami jogdíjat fölvettél, 20 ezer forintot nekem tegyél el, arra, amikor én, arra az időre, amikor én hazamehetek, és valószínű, hogy fogok használni abból a pénzből, ezt egy különálló takarékkönyvbe rakjad be nekem. Én nekem elég nehéz életem van itt, tudod? Meg kell mondanom neked, hogyha egyszerűen nem tudod nekem megkönnyíteni az életemet, legalább avval, hogy pozitív dolgokat írsz, érted? Nem kell hazudni, csak pozitív irányba kell gondolkodni, és olyan dolgokról kell írni, akkor egyszerűen ennek nincsen értelme. Én nem látom értelmét annak, hogy még két vagy három évig hallgassam, hogy te beteg vagy állandóan, te fogytál, és csak rossz dolgok történnek állandóan, mindig rossz dolgok történnek. Túl sok problémája van itt az embernek, tudod? Ha otthon van probléma, akkor itt tízszer annyi van. Ennyi az egész különben. Ne is rak fel a másik oldalt, mert csak ilyen gitározás van. Barta Frendeis, Lincoln Festival Blues. Elhangzott a gitáros halála. Barta Tamás említ.